rovat egyáltalán nem eszik a magyar ember. De hogyha ezt az értékrendet, ami a keresztény Európa értékrendje, föllazítják, elavult, üldözendő, van helyette más, ilyen másság, olyan másság, stb. Étkezésben is, az ember elveszíti az igazodási pontot. De hogyha föllazítják, hogyha a templomokról a keresztlevételére kényszerítik az embereket, hogyha az értékrendjüket elveszítik, akkor utána mindent rájuk lehet erőltetni. A szomszédjuk lehet egy migráns, mindegy, hogy Ázsiából vagy Afrikából, el is kell tartani, az ENSZ olyan tervezeten dolgozik, hogy kötelező legyen befogadni, és az érvényes az étkezése is. Hát ezzel a rovar és egyéb dolgokkal azt készítik elő, hogy akik azokból az országokból jönnek, ahol ezeket fogyasztják okkal vagy ok nélkül, azok számára ez a lehetőség is meglegyen. Nem véletlen, én most megnéztem, hogy kik fektettek be ebbe a rovar bizniszbe, hollywoodi hírességek, a felénél látom, hogy ugyanabban a demokrata párti körbe tartozóak, mint a Soros György. Én Fazekas Sándor mellett egyetlen egy dolgot tudok felhozni, nem olvasta. Szóval ugye az Orbán, erről beszéltünk, hogy van ez a 2 millió ember, annak van egy rétege, ez a felső vagy középosztálynak, ez nem épp a legfelsőbb, de ez a felső középosztály, ez a keresztény úri középosztály, így mondjam. Például Cumbeispiel, az én családom, az nettó, ezt nem tetszik neki ez a retorika, meg az Orbán se tetszik neki feltétlenül, mert látja, hogy rosszul áll rajta a nyakkendő, és ezeken az órákon meg jól áll. Viszont azt mondja, hogy oké, rendben van, inkább ő. Ez a úriember, a Fazekas pedig, hát egy alsó középosztály, vagy parassága, nem tudom, mi családnak beszél, össze-vissza hablatja mindenféle porról, meg rovarról, meg. Magyar ember nem eszik rovart. Én például ettem már párszor rovart, mikor a muslica beleszállt a számba, tehát nem haltam meg tőle. De mindegy, ezek ilyen politikai diskurzusok, ahol mindenkinek megvan a maga feladata, az Orbánnak ez, a Fazekosnak az, a Regis Szilárdnak az. Ezt nem foghatjuk fel egy stand-upként. Akkor foghatnánk fel, hogyha jó vicc lenne, de sajnos nem. Az paraszti származásuként kikérem magamnak, hogy velem azonosítsák, vagy az enyémekkel azonosítsák Fazekas miniszter, mert Fazekas miniszter egyszerűen egy ügyelfogyott ember, aki hülyeségeket beszél össze-vissza. Nem beszélve arról, hogyha igazán jó keresztény lenne, akkor azt kellene tudnia, hogy az Ószövetség rögzíti, hogy fogyasztásra alkalmas mindössze 4 sáskafaj, abból 2 már kihalt, de még 2 van. Tehát a Bibliában tudjuk, kik az más. Igen. Jó, de hát érted, abból ott van az is, hogy ki lehet kaparni egymás szemét ízlés szerint, szóval kinek hogy fekszik a dolog. Nem, szerintem ez nem stand-up, azért nem stand-up, mert annak akár még tétje is lehetne Fazekas miniszter számára ennek. Én a megnyilatkozás. Én szeretném védelmembe venni a Fazekast. Én azt állítom, hogy ő zavarban volt. Én tudom, hogy ez senkit nem érdekel. De legalább vállalta azt, hogy fejből mondja azt, aminek az értelmét egy 10-es skálán nehéz 2-es fölé tenni. Zavarból beszélt? Nem, amiért ezt mondta, ez nem tudom, hát lehet, hogy a háta mögött állt valaki, csak azt nem láttuk. Nem. Mert egyébként önként az ember így nem beszél. Dehogy nem. Sőt, szerintem én még odaig lennék, hogy ő őszintében beszélt valamilyen értelme. Mint a, mennyire hitte azt, amit mondott szerintem? Szerintem 10-es. 10-esben senki se hiszik, de szerintem őszintében beszélt, azt, mint az Orbán. Azt, hogy ezt elhinni, szerintem sem. Engem a tudományos szocializmus tanárunkra emlékeztetett, akit amikor egyszerre vallatóra fogtuk, és akkor szegény szakács tanár úr menekülőre fogta. Nem mondott volna ilyet, azért most nem lenne ilyen Soros kampány, akkor ő nem jött volna maga elő azzal, hogy most rovarok, akiket Soros, meg nem tudom, tehát ez láthatóan egy... templom tetejére, meg a szomszédok. Igen. De szerintem ez immanensé van, tehát immanensé teszik ezek az emberek ezeket a dolgokat nekem, tehát belsővé teszik, tehát megélik ezt a dolgot, ezt a Sorost. Én ezt mondom. Az lehet, hogy aztán megéli, vagy nem tudom, belsővé szerintem teszik, de magától nem jön. Szerintem azt Német Szilárd is megéli. Ne akarjuk őket összehasonlítani, ez olyan, mint a téged egybevetnének velem. Te okos vagy, meg hülye. Jöjjön az iszlám barátság, vona versus Orbán.